Mivel rejlik a könyv sikerének a titka? Talán az, hogy az egyik az lehet, hogy a múltba játszódik, és egy olyan helyszínen, ami határon túl van, és lehet, hogy ez az átlag olvasó számára ismeretlen, és megmutatja ezt a világot. Meg hát maga a történet, ami az élet hozta ezt a szerencsétlenséget, ami előidézte ezt a szinte törvényszerűen bekövetkező szerelmi háromszöget. Mit jelent számodra a siker? Friss íróként. Nekem az, hogy olvassák az emberek, és a pozitív visszajelzés, hogy tetszik nekik. Mert írhattam volna az íróasztal a fióknak is, de hát annak mi értelme lett volna. Az, hogy már az előrendelési listán sikeres volt a könyv, és elkapkodták, az milyen érzéseket keltett benned? Úgy, hogy előtte nem publikáltál a nagy nyilvánosság előtt. Nagyon örültem, ugye, ahogy első este kikerült az előrendelési link, ott óráról órára, vagy percről percre jöttek a gratulációk, az együttérző üzenetek, hogy milyen jó, hogy végre akkor megérkezik ez a könyv. Ez hatalmas öröm volt számomra, és látni azt, hogy napról napra nagyon sokan várják, és hogy amikor megjelenik, akkor tulajdonképpen ezért kapkodták el. Azt gondolom, ilyen gyorsan, meg hát a híre is terjedt, és hát ami jó, azt az emberek elmondják az ismerőseiknek, szomszédaiknak, barátnőiknek, úgyhogy számomra ezek a legkedvesebb olvasók. Volt ára ennek a sikernek? Mekkora áldozata és munkával jár az, hogyha valaki egyik pillanatról a másikra ér el sikert tulajdonképpen? A siker az életemben egyfajta hajtóerő, mert nem csak az írásban jelenik meg ez, vagy jelent meg, hanem mondjuk a múltban, a munkámban, a hivatásomban, amit végeztem, ott is nagyon fontos volt a visszajelzés, és hát maga a törekvés, ami bennem van, hogy amit csinálok, abban jó legyek. És a siker az egy egyértelmű visszajelzés erre. Áldozatokkal jár ez? Hogyne, azért egy könyvet megírni, alaposan megírni, átgondolni, kidolgozni a karaktereket, hogy az a történet tényleg átérezhető legyen. Úgy gondolom, hogy ezt nem lehet megcsinálni egy-két hónap alatt, kivéve ha az emberben már nem dolgozik olyan elemi erővel a téma. De mivel ez nekem az első könyvem volt, ezért majdnem 2 évet dolgoztam vele, meg még plusz még jó néhány hónap az utómunka, a szerkesztés, ami rengeteg energiát beletettünk még a szerkesztőmmel együtt. Az, amikor kikerült a könyves polcokra, és itt Szegeden is, ahol élsz, ahol mozogsz, ahol a családodban, ahol ezen a könyvön dolgoztál, visszaköszönt a munka eredménye, az milyen érzéseket váltott ki belőled? Hát ez egy érdekes válasz, mert leghamarabb a kezemben volt a könyv, de mivel a karantén ideje alatt április elején jelent meg, ezért én Szegeden először például a Libriben 2 héttel ezelőtt találkoztam vele. Ott azonban már úgy fogadtak, hogy mesélték, hogy név szerint, cím szerint, történet szerint keresik a könyvemet, mert azért föltettem a kérdést kicsit félve, hogy van erre érdeklődés, és akkor mondták, hogy igen, hogy ne keresik, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm volt. Milyen következő lépés? Mit lehet tudni? Ugye most az egész helyzet nagyon meghatározta magát a megjelenést, annak a nyomtatási folyamatát, a bemutatókat. Mi a következő lépés? Mégis hol találkozhatnak az olvasók veled, terveid szerint, illetve a könyve, amit úgy tudok, hogy már elkapkodtak az első nyomtatási adagot, legalábbis már nem lehet sehol kapni. Ez így van, de szerencsére csütörtökön jön az első utánnyomás, és ennek nagyon örülök, mert nyilván várják az olvasók. Ahogy említettem, a karantén miatt az
a könyvbemutatók is elmaradtak. Úgyhogy ez a könyv egy picit döcögős utat járt be, de ennek ellenére megmutatta magát, hogy így is lehet sikeres. És az elmaradt könyvbemutatókat szeretnénk pótolni még most augusztus-szeptember folyamán. Nekem van egy félelmem, hogy utána megint nem lesz erre alkalom, de én mindent megteszek, hogy minél több olvasóhoz eljusson a híre, vagy az összes könyvvel kapcsolatos, vagy velem kapcsolatos történések. Ez mekkora munkát vesz igénybe a helyzetre való tekintettel? Nyilván pontosan tudom és látom én is, hogy az online térben próbálod azt a fajta kontaktot megtalálni és megkeresni, amit egyébként ugye könyvbemutatók során szoktak az írók, amire neked most jelenleg nincs lehetőséged. Igen, most egy picit arctalan közönséggel nézek szemben, de igyekszem velük megtalálni azt a hangot, azt a kommunikációt, hogy legyen ez a virtuális beszélgetés egy igazán közvetlen és baráti, és úgy veszem észre, hogy nagyon szépen alakul az a kis mag, aki ott van körülöttem állandóan. Ez a mag, ez hova tehető? Inkább szegediek, vagy inkább a határon túlja. Ugye a történet alapja az egy vajdasági szerelmi történet. Magyarországon is nagyon sokan vannak, de úgy veszem észre, hogy a határon túl, főleg Szabadka környéke, vagy ugye a vajdasági egyéb településekből is, nekik nagyon-nagyon hiánypótló volt ez az egész történet, és hogyha lehet azt mondani, ők még inkább a magukénak érzik, amiatt, hogy ez ott önálluk, ő területükön általuk nagyon jól ismert városban történik. Egyedinek számít, mit gondolsz, tapasztalsz a visszajelzések alapján az, amit te most letettél az asztalra, szegediként foglalkoznak ilyen is ehhez hasonló témákkal, ilyen mélyen a kettősséggel a környezetünkben élő író? Szerintem ez nagyon kevés ilyen szerző van, ahogy én megnéztem a könyves palettát, hogyha lehet egy hasonlatot hozni, az Závada Pál, például a Milotta vagy a Jadviga párnája, hasonló környezet és a szituáció, persze nem teszem magam Závada mellé, de ezeket a könyveket olvasva jött nekem vissza egy kis hasonlóság, ugye a két nyelvűség, a két nemzetiség, két nemzetiségű viszony kapcsán. Mi a cél és mi motivál? Célom a következő könyv, meg egy következő, és a siker és az elismerés az engem nagyon motivál, és ez egy akkora hajtóerő, nélkül én azt hiszem, hogy nem is tudnék létezni. És hogyha végezetül meg kellene azt fogalmazni, hogy a szegediek miért olvassák el ezt a könyvet, akkor mit mondanál? Én azt gondolom, hogy a lokálpatriotizmus az nekem is fontos, tehát hogy a szegediség az azt jelenti, hogy egy közösségnek a része vagy, és én úgy gondolom, hogy ettől a közösségtől elvárható az, hogy támogassuk egymást, a helybelieket, ez ugyanígy vonatkozik, hogy vásárolj hazait, vásárolj helybeli üzletből, mert ez mindannyiunkon pozitívan csapódik le, és én magam is így teszem.